Igazi vízilabda dömping volt a bicskei aladár úszodában a hétvégén, hiszen a Cetefeger férfi együttese mellett a nőknek is szurkolhatott a közönség. 8 csapat vett részt a Dunaliga Nemzetközi Kupasorozat harmadik EGRI rendezésű fordulójában, ahol az EGRI lányok hibátlan teljesítményt nyújtottak. Az eredetileg kisorsolt 4 mérkőzésből 3-at lejátszottak. Az első napon a szerb Crvena Zvezda ellen 25-3-ra győztek, másnap a román Steaua a bukaresti találkozó végeredménye 23-8 lett az egriek javára, illetve a másik román fővárosi együttest, a Rapidot is 23-10-re győzték le. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb mérkőzés, nyilván azért, mert már 2 nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, de egyébként elégedett vagyok, nyilván erre az eredményre számítottunk. Bár 3 a magyar igazság és 4. a ráadás, a Szentes elleni magyar rangadó elmaradt, ezt később pótolják a csapatok. Ugyanez volt a legrosszabb 12 negyedből az a 2, amit játszottunk, 10 azt mondom, hogy jó volt, annak fényében is, hogy igazából nagyon kevésen dolgot tudtunk gyakorolni, amit lehetett volna. Február 12-én szerdán az EGRI lányok a bajnoki címvédő fővárosi UVS-ét fogadják a bicskei úszodában. A következő bajnoki találkozó, mivel a február 15-ére tervezett dunaújvárosi mérkőzést elhalasztják, hosszabb szünet után április 4-én lesz a jelenleg 3. helyen álló BVSC ellen.